Köszöntöm nézőinket! Elkezdődött a főszezon az üdülőhelyeken, ezzel kapcsolatban pedig sokan foglalkoznak a nyaralók kiadásával, amely szolgáltatáshoz azonban adózási szabályok is kapcsolódnak. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm a stúdióban! Köszöntöm a nézőket! Nos, hát legelőször is mit kell tudni azoknak az adózóknak, akik a nyaralók kiadásával szeretnének foglalkozni? Első és legfontosabb az, hogy el kell különíteni a sima ingatlan bérbeadást a szálláshelyi szolgáltatástól, tehát a kettő nem ugyanaz a tevékenység. A szálláshelyi szolgáltatásnál egy rövidebb időtartamú ingatlan hasznosításról van szó, tehát 90 napnál rövidebb ideig ott tartózkodó vendégeknek adják ki az ingatlant a szálláshelyi szolgáltatók, valamint ehhez a tevékenységhez különböző szolgáltatások is kapcsolódhatnak, például takarítás vagy reggeliztetés. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint azok a szálláshelyi szolgáltatók, akik a kereskedelmi törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és így folytatják a tevékenységüket. Fontos még az, hogy a magánszállásadásnál az ingatlanok száma is korlátozott, illetve a szobák, illetve a férőhelyek száma is meg van határozva. Ezek szerint a szállásadónak valamilyen módon be kell jelentkezni a NAV-hoz, hogy valahogyan ugye tudjon adózni ezután? Igen, aki szálláshelyi adással szeretne foglalkozni, először a jegyzőhöz kell bejelentkeznie, itt nyilvántartásba veszik, besorolják a szálláshelyi adást, mint tevékenység típusát, és hogyha ez megtörtént, akkor mivel gazdasági tevékenységről van szó, az adóhivatalhoz is be kell jelentkezni, és adószámot kell kérni. Ugye lehet többféle adózási mód közül is választani, melyik az, amelyik a legjobban megéri ezeknek az adózóknak? Ezt az adózóknak kell mindig végig gondolni. Két alapvető lehetőség van, az egyik az önálló tevékenységre vonatkozó szabályoknak az alkalmazása, a másik pedig a tételes általányadózás. Hogyha az adózó megfelel a tételes általányadó szempontjainak, feltételeinek, akkor évente szobánként 38.400 forintot kell befizetnie, és ezzel teljes körűen le tudja a kötelezettségét. Viszont akkor is meg kell fizetni ezt az összeget szobánként és évente, hogyha éppen abban az időszakban rövidebb időig szolgáltat szálláshelyet a vendégeknek, vagy ha esetleg egész évben nem végzi ezt a tevékenységet. Tehát itt ezt mérlegelni kell ennél a döntésnél. Ennél a szolgáltatásnál is kell számlát vagy nyugtát kiadni esetleg, és hogyha igen, akkor ezzel kapcsolatban mire kell odafigyelni? Igen, természetesen, hogyha a vendég kéri, akkor számlát ki kell bocsátani, hogyha nem kéri, akkor az ellenérték átadásánál a nyugtát mindenképpen ki kell adni, és a falusi szálláshely adók kivételével ezt a nyugtát pénztárgéppel kell kiadni a vendég számára. Van esetleg más egyéb adózási kötelezettség, amire oda kell figyelniük ezeknek a szállásadóknak? Igen, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, erről is van egy jogszabály, ott érdemes végignézni azt, hogy vonatkozik-e egyáltalán az adózóra ez a szabályozás, és hogyha vonatkozik, akkor milyen feltételekkel és milyen tételek alapján kell ezt megfizetni. Sok szabályra kell odafigyelniük az adózóknak, ezzel kapcsolatban is kérhetnek segítséget az adóhivataltól? Természetesen a 18-19-es infóvonalon várják a kollégák a kérdéseket, illetve bármelyik ügyfélszolgálaton tudnak segíteni a kollégák. Köszönjük a tájékoztatást! És köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!